Gréderezik, azaz kiegyenlítik a korábbi zúzott köves borítást Újfehértón a Madách Imre utcában. A városban összesen 56 aszfalt burkolattal nem rendelkező útszakasz található, ezeket kell időről időre karbantartani. A város önkormányzata ezt természetesen saját forrásból valósítja meg, emellett pedig arra is különítettek el összeget a költségvetésben, hogy hasonlóan az előző évekhez 3-4 utca idén is végleges aszfalt réteget kapjon. A korábbi években zúzottköves burkolatot helyezett el az előző városvezetés nagyon sok utcán, köztük itt a Madách utcán is, azonban ezt folyamatosan karban kell tartani, hisz az időjárási körülmények sajnos nem teszik azt, az időjárási körülmények változása miatt gyakran kátyussá válik ez az útszakasz, és minden más ilyen hasonló zúzottköves út, és ezeket nekünk folyamatosan karban tartani kell. Ennek az a hátrány, hogy karbantartás után viszont a városlakók úgy gondolják, hogy ami autópályára kerültek, és akkor nagy sebességgel közlekednek ezeken az utakon, amelyek viszont hatalmas port generálnak, ez pedig az itt lakóknak eléggé megnehezíti az életét. De szeretnénk minél hamarabb forráshoz jutni, hogy a úthálózatunk jelentős részét tudjuk szilárd burkolattal lefedni. Erre ugye van lehetőség saját forrásból, hazai forrásból, illetve uniós forrásból. Mi most a saját forrásnál tartunk egyelőre, a hazai forrásos pályázat még nem nyílt meg, uniós forrásból pedig nem, uniós forrás sincs most jelenleg erre a feladatra, úgyhogy saját pénzből próbáljuk, amit lehet. Bár helyi iparűzési adóból jelentős bevétele nincs Újfehértónak, az önkormányzat igyekszik minden olyan problémát orvosolni, amelyet megfogalmaznak a városlakók. Nemrégiben egy elhanyagolt állapotú ingatlant vásároltunk meg, és annak a környezetét tettük rendbe az ott lakók nagy örömére. Temetőben fejlesztéseket folytattunk, amelyek szintén a városlakóknak nagy elégedettségére szolgáltak, illetve apróbb útfelújításokat, csapadékvíz helyreállítási munkákat végzünk. Lehetőségekhez mérten, tehát a városnak a saját bevételei sajnos nem vagyunk iparváros, tehát a más megyében található települések milliárdos adóbevételéhez képest még 270-280 millió forint helyi iparűzési adóval számolunk erre az évre. Ebből kell ezt megoldanunk, illetve a kommunális adót, ami egy helyi adó, azt teljes mértékben útfelújításra kell fordítanunk, és erre is fogjuk fordítani. Az útjavításokat és a tervezett 3-4 utca leaszfaltozását nyáron valósítják meg Újfehértón.